Köszöntöm a kedves nézőket a Hearthstone Ranked Chassis-val legújabb epizódjába. Hát a mai napon egy igazán izgalmas küzdelmet követhettek nyomon. Jó, mondjuk azért annyira nem, mert azért már vagyok annyira pró, hogy ne nagyon tudjanak ellenem szembeszállni. Na jó, persze csak vicceltem. A mai napon a 16-os szintér fogunk harcba szállni, hát egy Kratos nevű paladin ellen. És hát ezek annyira szallapok, hogy eldobom inkább mindet, és kérek újakat a pakliból. Hát reményeim szerint már jobbakat fogok kapni. Hát igen, az a MechWarper az kezdetnek jó is lesz, és imádkozni szoktam azért, hogy ne én kezdjem a kört, mert én imádom mindig, hogy második vagyok, és akkor mondjuk ugye egy kis mana előnyt élvezek, mert ott van mindig az egy darab manás kártyám. És hát valahogy ez az én személyes véleményem, hogy így egy kicsit könnyebb felülkerekedni a másikon, hogyha van egy ilyen kártya a kezedbe, meg hát persze egy olyan lap is a pakliba, amivel tudod használni. Na és ennek a MechWarpernek a különleges tulajdonság azon kívül, hogy 2/3-as, hogy minden mech, ami a paklidban van, egy manával olcsóbb lesz, hát és mint látható, hogy ott lent volt egy 3 manás mechem még a kezembe, és látható, hogy az majd zöld felirattal 2-es szerepel ott, magyarán a következő körben, hogyha nem ütik le ezt a jószágot, vagy hát épp akkor őt akartam volna lerakni. De hát a kedves paladinunk az egy szintén egy mekkel válaszolt, aminek van egy divine shieldje. Ez azt jelenti, hogy ez a páncél védi az első támadástól, és hát ha ezt le tudjuk róla verni, akkor csak utána sebezhető maga a kártya, vagy hát a lap, amit lerakott. De hát a varázslónak van egy olyan tulajdonság, hogy 2 manáért egyet tud sebezni, úgyhogy ezt a divine shieldet így ezt semlegesítettük, és mivel nekem 2/3-as volt a kártyám, így le tudtam ütni, és még fent is maradt az én megvalperem. A kérdés, hogy kedves úriemberünk mivel fog válaszolni? Hát ha nem veri le, akkor le fogom rakni azt a másik meket, és akkor már eléggé nagy előre fogok szertenni itt a kezdeti viszonyokhoz képest, de mint látható, ők ezt a Cockhammerrel hát elintézte a kedves jószágomat. De mivel már a harmadik manakörnél járunk, így ismételten le fogom tudni tenni ezt a Spider tankot. És mint látható, a következő körben 4 darab 4 manás kártyából is választhatok, egy Taunt, egy hatos sebző Fireball és egy birka varázslap. És hát rövidesen ki fog derülni, hogy mit fogok használni ezek közül. Hát lássuk, mivel fog-e meglepni engem az úriember. Oh, Aldor, Pathkeeper, na jó. Neki annyi a tudás, hogy amikor lerakják a csatatérre, akkor az ellenséges minionnak a támadását egyre viszi le, és mint látható, a Spider tankomnak is a atakja, hát az lement egyre. És még valamivel készül az úriember számunkra, és rakott rá egy Divine Shieldet. Hát igen, a paladinnek van egy ilyen tulajdonsága, hogy bizonyos varázslapokkal, ilyen páncélokat és ilyen erősítő dolgokat tud adni a csatatéren található minionjainak, de hát a birkává varázsoltam az egészet, így letudtam a dolgokat, és mivel a Spider tankomnak 4-es volt a HP-ja, így a birka csak 1-es sebzett, és még mindig tudná magát tartani, mert a paladin is csak 2-t tud sebezni. És Micro Machine, na hát ez egy kellemetlen lap, mert hogyha nem tudod leütni, és elég sokáig életbe tudja tartani, minden 1-es körváltásnál egyen nő az atakja, úgyhogy nagyon gyorsan, nagyon rossz lappá válhat. Mint látod, 1-2-ből már 2/2 lett. De valamivel hatékonyabb kéne, hogy legyek. Szerintem most kártyát fogok kérni a fakliból. Mert még jelenleg annyira azért nem vészes a dolog. Igen. Hát a Flame Strike az mindig jól jön, meg Sludge Belcher, hát ő is egy jó dolog. Jó van, és a Spider tankommal, hát igen, ja, most kilokkoltuk a szekret lapját, ez egy ilyen Defender, egy 2/1-es minion ugrik be a csatatérre, megvédve azt a miniont, amit mi kiszemeltünk, de hát még egyelőre még mindig tartja magát, és már 3/2-es ez a Micro Machine. És vajon most mi fog következni, erősíti továbbra is azt a lapot? Hála a jó Istennek, azért így is le fogom tudni ütni. A dolgok jelenlegi állása szerint, ha csak nem történik valami nagy dolog, és elpazarolta az utolsó 2-es támadását a hősünk. Hát jó, ezeket most el kell tudni viselni ilyenkor. Most a 6. manakörhöz értünk, és Frostbolt. Na, ez egy pont tökéletes lap számomra. Micro Machine, hello, szia! Lerakjuk ezt a Tauntot. Neki, én imádom ezt a Tauntot, 2/5-ös, és semmilyen módon nem lehet rá varázsolni. Kivéve, hogyha ilyen
egész csatatérre vonatkozó varázslapok vannak, mint például a Flame Strike. Mert hát azt lerakod, akkor tök mindegy, mi van lent a csatatérre, mennyi a varázs ellenállása, stb. Az mindenre érvényes, viszont a birkával varázsolni nem lehet. És egyéb ilyen összetevők is, mivel 5-ös a HP-ja, hát azért eléggé szívósan tudja magát tartani, mert mint látható, most felerősítette azt a jószágot, hogy kb. Eddig tudta magát életben tartani, de hála a jó Istennek azért pont elég volt ahhoz, hogy nekem jó legyen. És azt hiszem most jött el a Flamestrike ideje, 3 darab milliója van lent a paladinuknak, és a középen található megnek a különleges tulajdonsága, hogy díszlitel, és hogyha leütik, akkor egy akármilyen lap kerülhet le a csatatérre, hát néha elég kellemetlen lapokat is le tud tenni, de azért ez nem sűrűn szokott előfordulni, általában mindig ilyen gyengusz lapok, legalábbis a alapkártyától gyengébbek valamivel, hát majd mindjárt kiderül, 7 mana. Hát jöhet a Flame Strike, most én nem tudok milliót lerakni. Aztán imádkozom, hogy ne legyen olyan komoly lapja. Ja, na hát ez egy Shadow Boxer. Ez a Priesteknél szokott kezdőlap lenni. Mindig amikor gyógyít egyet, akkor egyet random sebez akármire. Vagy a hősre, vagy az ellenséges milliókra, de mivel most Paladin kezében van, így kb. Annyit ér, hogy ott van lent. Hát leraktuk ezt a Slash Bash-et, és még lerakunk mi is egy szekret lapot, mert 3 manánk van, csak melyiket a kettőből. Hát ez a szekret lap annyit tud, hogy egy 8 páncért ad, amikor megtámadják a hősömet, de szerintem Paladin előszeretetre szokott varázsolni, úgyhogy inkább a varázs kivédés szekret lapot használjuk. És szerintem ez egy jó ötletnek fog bizonyulni, de hát rövidesen kiderül. És elérkeztünk a 9. mana körhöz. Na, mit fogsz letenni, kedves úriemberem? Szerintem azzal a 7x5-ös minionjával le fogja ütni a tauntomat, de neki, mivel Dietrichel az a különleges képesség, hogyha leütik az elsőt, akkor azt hiszem lesz egy 1x2-es másik taunt. Ó, hála a jó Istennek, most Wonderfully nem volt közte. Az elég kellemetlen lap tud lenni, hogyha egy ilyen 7x5-ös Wonderfully-vát csinál. De hála égnek ez a probléma, az megszűnt. És még mindig tartja magát a hősöm. És elérkeztünk a 9. mana körhöz, és tökéletes lap. Flamestrike mindent megold. Hát a hősöm különleges képességével leveszem a Divine Shield-et, és hello, szia, elpusztítottuk az összes minionját a küzdőtérről. És most ő jön. Vajon mivel fog előrükkolni? Na? 10. mana körnél járunk. Hát mondjuk már csak 2 lap van a kezében, hogy lehet, hogy spórolni akar. Hát, ez egy bölcs döntés lett volna, csak nem ilyenkor. Mert hát a szekret lapom ezt pont kivédte, hogy felerősítse 5x5-ös minionnál azt a jószágot. És nagyon jó, ha ősöm különleges képességével leütöm majd azt a miniont, meg lerakom ezt a kedves legendari lapot. Meg lerakom őt is. Hát ennek a legendarinak a különleges tulajdonsága az, ő 4x7-es, de neki van egy testvér lapja, ami 7x4-es, és Dietrichel mind a kettő, és hogyha mind a kettőt leütik, akkor előidézik Taddeust, aki egy 11x11-es elég masszív lény, és hát ha ez bekövetkezne, akkor bizony a paladinunk igen nehéz helyzetbe kerülne, mert kb. 2-3 csapás, vagy 2-3 kör, hogyha nem tudja leütni, és be is fejeztük a küzdelmet. De hát most kirászott egy varázslapot, aminek a különleges tulajdonság az, hogy 8-a sebez random, és pont 7-es sebezett a legendari lapomra, így azt leütötte, de hála ennek a hősöbre nem olyan sokat, úgyhogy lerakom ezt a 2 meket. Visszatöltöttem magamnak 8 HP-t a Hellboss segítségével, az a 3x3-as minion, neki ő az a különleges tulajdonsága. És nézzük, hogy mivel próbálkozik az úriemberünk. Ó, nagyon jó, most már birkával tudom varázsolni bármit, amit lerak. Oké, hát most sebzünk rá 5-öt. És ennyi volt a kör, most ilyen szép lassacskán. Nem akarom elpazarékolni én sem a lapokat, mert ki tudja, hogy mit tartogat még ez a pakli számomra, mármint az ellenséges pakli. Értek már meglepetések, úgyhogy jobb az óvatosság. Egyelőre én dominálok a játékban, úgyhogy ez itt tökéletesen megfelel.
Consecration, nagyon jó. Hát ő kettőt sebez minden ellenséges miniorra és hősre, de mivel mind a kettő miniomnak három volt a HP-ja, így talpon maradtak, úgyhogy ez lényegében fölösleges volt így ebbe a formába elhasználnia. Ez egy igazán, hát mondjuk úgy, hogy kétségbe esett lépés volt már a részéről. De leütni nem tudja a minionokat, és hát következő körnél is megint én fogok dominálni. És nézzük, hogyan haladunk tovább. Hát ezt a mit control tech-et általában akkor szoktam használni, hogyha négy ellenséges minion van lent a csatatére, mert akkor az egyiket átsávítja a mi oldalunkra. De nem hiszem, hogy ez a helyzet már elő fog fordulni. Már le akarom tudni a játékot, úgyhogy gyorsan kiraktam. Annál is inkább neki is 3x3-as a HP-ja. Úgyhogy egy könnyen ő se fogja tudni leütni. Meg a kezemben is csupa olyan lapok vannak, hogy bármi, amit lerak, az lényegében hát nem marad életben. Mert vagy 4-es sebzek rá, vagy 6-os sebzek rá, vagy csak simán birkával varázsolom, vagy lemásolom és elintézem, és akkor még úgy, hát legendarikat is szoktam lopkodni. És kirakjuk őt is, a mekek azok jöhetnek minden mennyiségbe. Most varázsolt a 3x3-as kártyánkra egyet. Nem véletlenül nem támadtam vele, mert hogyha támadtam volna, akkor ő kap egy lapot a pakliából. És ezt szerettem volna mindenképp elkerülni, meg hát nem is ilyetek sehová, van még 12 HP-ja. Lényegében tök mindegy mit csinál, úgy nézem, hogy ezt a kört már szerintem megnyertük, de hát azért várjuk ki a végét. Hát lerakott egy ilyen lot, Horder, hát őt ha leütik, akkor kap egy lapot a pakliból, már mindenképp lapokat szeretne, úgy vettem észre, meg... Hát hősének a különleges képesség, hogy megint egy minion lerakott, de hát hölgyem és uraim, eljött a befejezés ideje. Remélem tetszett ez a rövidke kis epizód, amivel szolgáltam nektek ranked módba. Találkozunk a következő epizódban. Hát remélem így tudok majd tovább előre is menetelni. Köszönöm még egyszer a megtekintéseket, a viszontlátásra. Sziasztok!